Sziasztok! Itt vagyok, egy élőt fogok csinálni, amit István vesz fel, nagyon izgatott. Nagyon. Na jó, meg fogom mutatni, hogy hogyan kell csinálni kovászos kenyeret, sourdough breadet. Van egy élesztőm, vagyis egy kovászom, amit csináltam egy hónapja talán, és akkor ebből szoktam sütni. És megmondom, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy átadom a kamerát Istvánnak, hogy fel tudja venni. Na, tehát az a különlegessége ennek, hogy csupán 4 összetevőből fog összeállni a kenyér. 1 kenyérliszt, 2 olívaolaj, 3 só, és 4 ez a kovász, és ennyi. Úgyhogy első lépés, közben megcsinálom ott azt a bolti hústevest, hogy 250 g víz, ezt nagyon pontosan ki kell mérni, úgyhogy hol van a kis mérő vizém, így, bekapcsolom a kis mérlegemet, így, hát meleg víz ez nem lesz, hanem úgy, hogy van az víz, néha jobb, hogyha, jó, hát várjál, lehet, hogy van, de van, kezd venni. A rászunkat megszakítjuk, hogy itt szeretném. Várom a meleg vizet. Kezd lángyosodni. Mindegy, szóval 250 g víz az, 150 g ebből a kovászból, úgyhogy ezt bele is öntöm. 150 g-ot, és itt méri, hogy mennyi. És én nagyon szeretek nagyon-nagyon pontosan dolgozni, mert csak úgy lesz, figyelsz. Úgy jó, csak úgy lesz, azt lehet, hogy csak ezért nézem, mert csak úgy lesz pontos és jó a recept, hogyha így dolgozom. Ezért a ti videómat láthattátok 3 évvel ezelőtt, akkor ez így dezodort készítettem. És sokan, egyébként sok visszajelzést kaptam, hogy jó volt. Pontosan 150 g, kimértem, pontosan 150 g. Hát ezzel a víz elég langyos, de lesz, ami lesz. Tehát az 150 g, és a víznek 250 g-nak kell lennie. Úgyhogy 150-250, az 400. Megnézzük, nézzük, 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 nézzük. Na, most. És majdnem. Okay. És akkor még olívaolaj. Abból pedig kell 25 g. 25 g az olívaolajból, akkor 426 g legyen, vagy nem csak 425, és nem fogok itt izjelni. Stály Judit most kapcsolódott be az életbe. Ha-ha. Na jó! Itt van, és akkor ezt először össze kell keverni egy ilyen, mi az? Habaró. Habaró. Ezzel. Úgyhogy ezt most összekeverem, az olívaolajat, a kovászt, és a vizet összekeverem. Egyébként úgy, azért csinálom most így, mert Istvánnak akartam megmutatni, hogy ő is tudja, hogy kell csinálni. Mert ugye, hogyha egyszer megcsinálsz egy kovászt, akkor azt csak folyamatosan etetni kell, és elél évszázadokig. Van egy olyan kovász, San Franciscóba lehet megvenni, ugye az a kovászos kenyerek hazája, ami hány éves is volt? 200-250 éves kovász. Hát ezt folyamatosan letette valaki, továbbadták generációkon át, aztán leadták egy pékségnek San Franciscóban, és bizony, 250 éves kovász. Tovább él, mint az ember, nem csodálatos? Na jó, akkor ezt szépen össze, és akkor most rakok hozzá lisztet, mégpedig 500 g, vagyis fél kiló lisztet. Jó, akkor hozom a lisztet. Bekapcsolhatod megint a mérleget. Bekapcsoltad? Uh-huh. Jó, és akkor mérjük az 500 g lisztet.
több ilyen 10, hát nem tudom hány kilós ez, 5-10 kilós lisztet vettünk a Costco-ba, mert sokat sütöttem, most nem, egy-két hétben nem, de minden nap, majdnem minden nap sütöttem valamilyen kenyeret eddig. Hát szeretem csinálni. Nem azért csinálom, mintha a boltit nem ennénk meg, de szeretem ezt így néha. Az ilyen alkotás számomra, és most rá is érek. Úgyhogy... Tökéletes. 500 gram maradhat. Na, és akkor most kézzel bele fogok nyúlni. Uh-huh. És kézzel kell összegyúrni. Uh-huh. Ezt. Hogy most nézem, én vagyok, ilyen OCD-n van azzal kapcsolatban, hogy minden, ó, pontosan 10 g só elfelejtettem. Ne felejtsük el, mert a só adja az ízét az ételnek. Újra kell kalibrálni a mérleget, semmi gond, ez a mérleg tökéletes, már megvan legalább 5 éve, hanem régebb óta. Tökéletes konyhai mérleg. Nagyon-nagyon régen megvan nekem. És akkor... Tadám! Pont 10 gram. Ki gondolta volna? Én nem tudok úgy sütni, hogy István vagy megfőzni. István ilyen szemre szokott, de én csak úgy tudok, ha mindent pontosan kivérek. Jó, és akkor csak összegyúrom. Annyi az egész kézzel. És akkor miután összegyúrtam, egy órán át az az első kelesztés, lefedem valamivel, mivel fogom lefedni. Van ilyen. Vettem ilyen plastik repet, hogyha ráfér, akkor az jó. És aztán még egyszer meggyúrom, és aztán hagyom állni reggelig. És aztán még egyszer, és aztán megsütöm ennyi. Na mindig, mutasd, tedd közelebbre. Kérdések? Nem nézi senki? Nem baj, elfogom. Elfogom menteni. Biztos mindenki dolgozik, ugye? Mivel Magyarországon féletizmom. Még nem, még elköszönök. Na, hát ezt nem értem. Na jó, nem, vedd végig, amíg ezt. Jócskán, nem könnyen. Jó, nem tudom megfogni. Na jó, mindegy. Most te várd már meg, légy szíves, nem kell menned, várd meg. Író tud várni. Nem is, látod, csak ezt akartam mutatni, hogy alakul. Mindent megtartunk, semmit nem engedünk ki. Pedig nézték az elején. Ja, egy ember nézi. Jó. Na, ilyen tök jó, ilyen. Eznek ilyennek kell lenni, amúgy ilyen furának tűnik. Légy szíves, nyújj már bele ott, és keres... Jaj, a jegygyűrűmet nem vettem. És keres már, légy szíves, egy ilyen plastik repet, amit vettem nemrég. Az a beeswax. Még mi az, hogy ott kell legyen a... Tudod hol? Te támaszd ide, akkor addig. Nem. Volt ez a nagy dobozit, és abban nem mérít. Volt ez a nagy dobozit, és abba volt, és rá volt írva, hogy beeswax. Volt ez a nagy doboz az asztalon. Nézd meg, hogy abban benne van-e, jó? Azt nem tudom, hogy... Mikor vetted? Most vettem egy-két hete. Nem fogodott megtalálni, szerintem. Azt a nagy doboz. Itt az asztalon sokáig volt egy nagy dobozba. Ebbe? Nem, egy másikba, de biztos abban is megtalálható. Ebbe is. Jó, akkor mindjárt megkeresem. Milic, akkor valahol itt kell legyen, mert... Én nem tudom. Nézzük, keresd. Nem, ez ott is nem az volt, hogy nem találtam. Nem, egy levélborítékban volt benne. Levélborítékban. Egy olyan barna színűben.
Ott nézd már meg alaposabban, hát ha ott van. Uf, tudod, volt az a nagy doboz ott az asztalon. Nem. De igen, Miric, amit az Amazonra visszaviszek cuccokon. Ajjaj. Sem. Pedig van, ó, mindegy. Itt van. Hoppá. Ami máson lefedik. Na mindegy, csak mutasd meg. Jó, csak nem tudom, hogy akkor mire. Ja, itt a Himalája só. Hát mivel Himalája só, lehet, hogy nem a legjobban, de szerintem fel fog oldódni majd benne. De azért veszünk Himalája sót, mert hogy az egészséges. Mutasd meg a rotyogó húsleves, mármint ez olyan húsleves, hogy mutasd meg a dobozát is. Koszkós húsleves. Csak fel kell melegíteni. Na jó. Vesztem az ujjamról és az összeset, mert minden. Minden darab számít. Uh-huh. És itt van. Jól néz ki, így kell kinéznie. Le kell fedni egy órát, állni, hagyni, hogy egy kicsit megkeljen. Igen. És aztán még egyszer egy kicsit meggyúrom. Jó, arra, vagy akkor mutasd engem. Sütöttem már ebből a kenyérből jó párat, és te mondd meg most, te kapcsolod be a kamerát, és mondd meg, hogy milyen finom ez a kenyér. Mondd meg, hogy őszinte vélemény. Olyan finom, mint amilyenek kinéz. Na, őszintén a kézkenyeret mondd meg, hogy... Olyan, mint amit otthon lehet kapni. Na. Magyarországon. Így van. Ugyan. Ja, szerintem is jó, amúgy elég jó. Na, most is jöttem először egy hónapja, aztán elég jól megy, úgyhogy... De pék nem leszek, mert azért annyira nem. Az már volt-e. Mi? Jelentem volna? Hát is pékségben soha nem dolgoztam. Hát, ja, szeretek amúgy sütni. Ilyen izét, amikor van kedvem. Ja, van, hogy egy egy ilyen 10 hónapig nincs, ez 2 hónapig van. Most ezt az időt teljük. Na jó, mindegy, köszönöm, hogy veled tartottatok a sütőfőző műsorral. Mindenkinek szép napot, aloha!